a kőszegi zsidó udvar. Zsidó udvarnak nevezzük azt az épület együttest, ahol minden olyan intézmény együtt van, ami lehetővé teszi, hogy zsidóként éljenek a közösség tagjai. Ha belépünk a kapun, két melléképület közé érünk. Mindegyikben két-két szoba található. A baloldaliban volt a tanterem, héder, előtte az utcafronton a tanító lakása. Itt tanulták a gyerekek a talmudot, tórát, a héber írást, olvasást, az imákat. Az épület mögött, az udvar felül a rituális vágoda kapott helyet. A sakter, a metsző, itt vágta le a kóser állatokat, többnyire liba, baromfi, a vallási előírásoknak megfelelően. A két legfontosabb szabály az volt, hogy az áldat ne szenvedjen, illetve teljesen ki kellett véreztetni. A jobboldali épület mögött volt a rituális fürdő, a mikve. A mikvét négy főbb dologra használták, a zsidó nők menstruáció utáni megtisztulására, a zsidó férfiak spirituális megtisztulásukra, a betérés során a betérni szándékozó rituális megtisztítására addigi bűneitől, illetve a kóser konyha eszközeinek a tisztítására. A szobákban a fürdő felügyelője a sameszt, templomszolga, az előimádkozó lakott. Így érünk el a zsinagóga épületéhez. Zsinagóga, szinagógé, görög szóból, készítsetek nekem szentét, hogy köztük lakjam. Mózes második könyve, 25.8. Híberül több funkció alapján nevezik. Béthatfilá, Fila, az imádkozás háza, Bet a gyülekezés háza, Bét a tanulásháza, háza, Bét Din a bíróságháza. A Bét Din az a rabbinikus bíróság, amely legalább három tudós, a zsidó jogban és a vallási előírásokban járatos, felavatott rabbiból áll. A bejárat fölött láthatjuk a mózesi táblákat a tíz parancsolattal, zsidó beosztás szerint Első tábla: kötelességek Istennel szemben, második tábla: kötelességek az ember iránt. A bejárat mellett jobboldalt az alapítót megörökítő eredeti tábla található. A bejárat előtt baloldalt van a feljárat a női karzatra, női rész Ezrát Nasim, Zsinagógában a nők számára kijelölt hely. Jobboldalt volt a Geniza bejárata. Ez olyan tároló helyiség vagy hely a zsinagógában, ahol a vallásos zsidók idéglenesen elhelyezik a már nem használható, de vallási szabályaik alapján meg nem semmisíthető írásokat, könyveket. Nem csak a vallásos írásokra vonatkozott, alkalmazták a magániratokra, szerződésekre, levelekre is. Az olyan írásokat ugyanis, amelyek Héber betűvel vannak írva, vagy tartalmazzák az Isten nevére utaló négy betűt. j -h -h -h. Nem szabad kidobni. Működő zsinagógában kicsi kézzel írt pergamenlapot bibliai idézettel, Mózes 5. könyve 6, 4 9-ig, 11, 13, 21. Fa, fém vagy műanyagtokba helyezve erősítenek az ajtófélfára, ez a mezuza. A zsinagógába nem illik fedetlen fejjel belépni, bármilyen fejfedő megfelel, leggyakoribb a kalap mellett a kipa vagy kapedli. Az előtér vagy előcsarnok bejárata közelében helyezik el a rituális kézmosót. Itt találunk egy vagy több adománygyűjtő persejt is, az úgynevezett cedokó persejt. Izrael felé, Izraelben Jeruzsálem felé néző falon szokták elhelyezni az Áron Ez egy szekrény vagy falmélyedés, amelyben a tóra tekercseket tartják. Általában függönnyel, parohet takarják el. A tóra szekrény előtti emelvényen, bíma, állt a tóra olvasóasztal asztal, A frit szekrény előtt a magasban ég az örökmécses, nértámid, mely a pusztai szentélyben lévő örökmécsesre és az általa jelképezett isteni jelenlétre a sehinára emlékeztet. Az ezt megvilágító képgyertyás kandelláber és a tóra szekrény eredeti. A zsinagóga és a helyi közösség A kőszegi zsinagóga 1858-59-ben épült romantikus stílusban, 1859. december 24-én a zsidó időszámítás szerint az 5620. év végén, Hanuka idején vette használatba a helyi közösség a budapesti Dohány zsinagóga elkészültével azonos évben. Ünnepélyes felavatására a következő évben kerítettek sort. Az építéshez szükséges összeget a város leggazdagabb polgára a nagykereskedő Sej Fülöp biztosította. Az épület különleges, egyediki képzése eltér a zsinagógák többségétől. Az épület együttes, zárt sorú telken áll, a bejárattól, rövid úton lehet eljutni a telek végében, a bejárattal szemben található a kifejezetten kicsi, kör alaprajzú, tornyos imaházhoz. A sátortetős kupolában keverednek a klasszicista és az orientalista stílus elemek. A zsinagóga helyén a korábbi évszázadokban is álltak épületek, a levéltárban végzett kutatások alapján a 17. század közepétől nyomon követhetőek a tulajdonosok. A 17. század közepén az első ismert háztulajdonos egy bizonyos Pauer Tamás fazekas mester volt, 1663-tól egy hugenotta származású nyomdász, Vehélius András is felesége orsolya birtokába került a telek és az épület. A Vehélius az evangélikusok hívására érkezett a városba, ahol 17 évig dolgozott nyomdászként. A korabeli szokásoknak megfelelően halála után a mesterséget az özvegye vitte tovább. Később süvegkészítő mester, városi belső tanácstag az a szenátor, a 18. században pedig évtizedekig a katolikus gyermekek tanítójának tulajdonában volt a telek és a rajta álló épület. A sejjek felmenői évszázadok óta Nyugat-Magyarországon éltek, a Morvaországból áttelepült ősök az Eszterházi birtokon fekvő Lakompakon telepettek le. Sej Izrael kereskedő és fia, Mózes, második József türelmi rendeletét követően 1785-86-ban költöztek Kőszegre. Apa és fia néhány évvel később, 1792. április 20-án vásárolták meg a telket és a házat. A zsinagóga építése számos eseményel összefügg, mind helyi, mint pedig országos viszonylatban. A zsidóság létszáma, érdekérvényesítő képessége a 19. században megnőtt, az évszázadokon keresztül jogfosztott csoport számára lehetőség nyílt a letelepedésre, birtokszerzésre. Kőszegen az 1828-as összeírás 92, az 1848-as már 157 zsidó lakost tart nyilván. Az első dualizmus kori 1869-es népszámlálási adat szerint az izraelit a gyülekezet létszáma 177 fő. Fülöpnek nem volt gyermeke. Felesége 1858-ban súlyos betegség következtében szinte teljesen megbénult, talán ez a magánéleti körülmény is befolyásolt a döntését, hogy adomány tegyen a közösség javára. 1858. január 15-én keletkezett írásos kérelmében jelentette be a helyi a közösség szándékát, mely szerint zsinagógát és iskolát építenek. A városi tanács 40 ezer darab téglával támogatta az építkezést, a Kőszegen, Budapesten és Bécsben folytatott kutatások ellenére az építészt még nem sikerült azonosítani, azt azonban tudjuk, hogy a belső festésre felkért művész neve Bronsenfeld Haim Bérg ő dolgozott a Rohonci zsinagógában is. A kőszegi zsinagóga különlegessége, hogy Sej 20 000 forintot költött az épület kivitelezésére és berendezésére. 1860-ban a Kápolnának nevezett belső térben száz férfi és száz nő ülhetett le. Sej fülöp ortodox vallású volt, a zsinagógát kezdetben az ortodox szokásoknak megfelelően rendezték be, később neológimaházként működött, Sej végrendeletében az épületet a Kőszegi Zsidó Hitkösségre hagyta. 1944-ben a holokauszt idején a kőszegi zsidóságot elhurcolták, a zsinagóga lakatlanná vált. A háború után elhagyott ingatlannak számított, tulajdonosát ismeretlen helyen tartózkodóként jegyezték fel. 1952-ben az ingatlant államosításra jelölték ki. 1962-ben a város kulturális célra szánta az épület együttest, a zsinagógát könyvtárra akarták átalakítani, de erre végül nem került sor. Az elhanyagolt épületek hasznosítására több terv is született, végül a kőszegi, Felsőfokú Tanulmányok Intézete kezdeményezésére Magyar Állami Forrásból 2021-ben újították fel.